park vendégeinek már is nagy kedvence Barni. A nemrég érkezett kisállat is elkezdte a fókasuli padjait koptatni. A 2,5 éves himivarú oroszlánfóka Lengyelországból érkezett, és Franszal a 3 éve itt élő 4 éves állattal gyakorol együtt. Míg az idősebb 13 éves állatok, Gino és Leon más időpontban mutatják be tudományukat a látogatóknak. Gino és Leon 2007-ben érkeztek Sóstóra, több éve ők a Nyíregyházi Állatpark fókasójának sztárjai. A bemutatón az állatok felváltva dolgoznak, trénereik kézjelekkel mutatják, hogy melyik fókát érdemes figyelni. A park oroszlánfókái jelenleg több mint 50 gyakorlatot tudnak. A látványos súelemek mellett az állatorvosi vizsgálatok elvégzését segítő feladatokat egyaránt elsajátították, így az úszólábúak önként vesznek részt a különféle beavatkozásokon. Egy-egy feladat betanítása típusától függően 2 héttől 1 évig is tarthat. Mindegyik fókánknak megvannak a kedvenc gyakorlatai. Leon például nagyon szereti a vizes feladatokat, ilyen a motorcsónakozás vagy bójaugrás. Gino nagyon ügyesen tudja a labdát egyensúlyozni, így az ő kedvence inkább a labdás gyakorlatok. Francis rengeteg gyakorlatot elsajátított már az évek során, azonban neki a kedvence a csúszdázás, amit akkor is meg szokott csinálni, hogyha senki sem látja. Ezt a csúszdázást már a legkisebb fókánk Barni is megtanulta, amit nagyon szeret. A fókák szívesen játszanak egymással és a gondozóikkal. Oktatásuk is hihetetlenül játékos természetükre épül. Barni az állatpark kaliforniai oroszlánfóka csapatának legfiatalabb tagja is, egyre ügyesebben oldja meg a feladatokat. A kis fókán tanítását már megkezdtük, nála, mint a legtöbb kis fókánál, az alapok elsajátítása a cél. Ilyen a maradás, hívásra jöjjön hozzánk, menjen vízbe, hogyha vízbe küldjük. Minden mellett természetesen az új környezetet is meg kellett szoknia. A Nyíregyházi Állatpark játékos fókasuliában a trénerek kéz- és hangjelekkel kommunikálnak az állatokkal. Pozitív megerősítést használnak, tehát haldarabokkal jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. Az oroszlánfókák csak tengeri halat esznek, étlapjukon többek között a hering, a makréla és a tintahal is szerepel.